Köszöntöm Önöket, Kocsis Embrigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. Egészségügy és számítástechnika. Ma ezeken a tudományterületeken barangolunk. Köszvény. Egy kutatás azt vizsgálja, hogy mennyire jósolható meg a betegségre való hajlam. Mimi agy. Az agykérget modellezi az organoid szövettenyészet. Komondor. Átadták hazánk legerősebb szuperszámítógépét Debrecenben. Tárolóegységek. Kihívások a hőskorból. Jelentős eredményeket hozott egy a köszvénnyel kapcsolatos magyar kutatás. Professzor dr. Pór Gyula és munkatársai többek között azt vizsgálták, hogy mennyire jósolható meg a kialakulására való hajlam a genetikai háttér ismeretében. A betegség elsősorban középkorú férfiakat érint, megfelelő kezeléssel azonban karbantartható, sőt a legújabb kutatások alapján nagyobb eséllyel válhat elkerülhetővé is. Korábban a királyok betegségeként emlegetett köszvény, amelyért sokáig a tehetősekre jellemző húsban és zsírban gazdag étrendet tették felelőssé, a vérben túlzottan magas húdsavszinttel jár együtt. Ennek oka lehet a húdsav túltermelése vagy csökkent kiválasztása, eredménye pedig az úgynevezett húdsavkristályok létrejött az izületekben és azokon kívül is. A többségében középkorú férfiakat érintő betegség kialakulásában a purinban gazdag étrend, az elhízottság és az egészségtelen életmód valóban nagy szerepet játszik. A köszvényes panaszok rohamokban vagy tartósan fennmaradó csomag formájában jelentkeznek. El szokták mondani, hogy legtöbbször disznótoros étkezés után, ahol egy kis rövid itallal, pálinkával megfejelték az ételt. Tehát magyarul a belső húdsav képződés, ami mindenkiben van, egy jelentős mennyiségű külső húdsav bevitel is történik, és ez gyakorlatilag a vérnek a túltelítettséget okozza húdsav vonatkozásában, ami kicsapódik, és ez egyértelműen köszvényes rohamot idéz elő. Az igen kellemetlen panaszokon túl számos szövődményhez vezet a kezeletlen köszvény, többek között cukorbetegséghez, vagy a vese és a csontok tartós károsodásához. Semmiből egy borzasztó erős fájdalom alakul ki, főleg általában a bütykön, az egyes izületi, a lábon az egyes izület fölött van. Nagyon piros, meleg, duzzat lesz, általános tünetek, a beteg lázas, nem tud lábra állni. A fájdalom rendkívül extrém, csak a tumoros fájdalomhoz mérhetném ezt a nagyon nagy fájdalmat, olyannyira, hogy a beteg a takarót nem bírja el, a lepedőt nem bírja el, mert olyan érzékeny az izülete. Dr. Pór Gyula és munkatársai hazai köszvényes betegeken vizsgálta a panaszok genetikai hátterét. Magyarországon a leggyakoribb faktor, ami a csökkent kiválasztás okozza, a úgynevezett diuretikumok, tehát a vízhajtóknak a használata. Tehát amikor a vérnyomás terápiájában a vízhajtók teljes létjogosultságot kaptak, a köszvényes eseteknek a száma is megnőtt, de veseelégtelenség, cukorbetegség, alkoholfogyasztás, ezek mind gyakorlatilag megemelkedik a húdsav szint. A Pór Gyula vezette kutatók olyan mutációkat írtak le magyar betegeknél, amelyeket eddig köszvénnyel összefüggésben nem vizsgáltak. Ma már az utóbbi 4-5 év kutatásából tudjuk, hogy egy nagyon fontos enzimet takar, ez az egész kérés, az úgynevezett ABC-G2 enzimkör, amelyet nemrég fedeztek fel. És azt találtuk a vizsgálatainkban, hogy a köszvényes betegekben bizonyos pontmutációk, vagy SNP-knek is hívjuk ezeket szaknyelven, tehát egy nukleotidos polimorfizmusok, ezek sokkal gyakrabban fordulnak elő, bizonyos pontmutációk. Ez az egész egy csökkent fehérje képződést eredményez. Leírtuk ezt az úgynevezett M71V mutációt, ez azt jelenti, hogy ezt a pontmutációt, ami azután a húdsavszint emelkedését kiváltja és köszvényhez vezethet, mint hajlamosító tényező, ezt mi írtuk le elsőnek, és a reakciók, amiket kaptunk hazai és külföldi szakemberektől, döntően erre irányultak, és valószínűleg ezt az M71V kutatást, ezt más országokban is fel tudtok ezáltal gyorsítani. A frissen publikált eredményektől azt remélik a szakemberek, hogy a megfelelő étrendel és gyógyszeres kezeléssel kordában tartató betegség teljesen elkerülhetővé válik. Bizonyos kismolekulájú gyógyszereket szeretnénk a jövőben elindítani, amelyek ezt a fehérje kifejeződést, ezt a gén expressziót, illetve fehérje expressziót normalizálni tudják. Az elkövetkezendő évek tehát új kezelések és gyógyszerek kifejlesztéséről szólhatnak a köszvény elleni küzdelemben, illetve a szűrések szerepe is megnőhet majd. Az idegsorvadásos betegségekről keveset hallunk. Talán Stephen Hawking alakja irányította rá a figyelmet valamelyest, hiszen a világhírű fizikus ebben a korban szenvedett. A betegség jelenleg gyógyíthatatlan és néhány éven belül halálhoz vezet. Magyar kutatók egy agyi organoid modell segítségével most a korai felismerésre koncentrálnak. Szebényi Kornélia 2018-ban jelentkezett egy állásra Cambridge-ben, ahol egy magyar kutató, Lakatos András vezeti a neurodegeneratív betegségekkel foglalkozó labort. Az ottani 3,5 éves munka eredményét hozta haza Magyarországra. Ez a mini agy, ez igazából egy organoid, mi organoidnak hívjuk, ez egy kis borsó méretű szövetlabda, amiben sokféle sejtípus található, és a mini agyat kifejezetten olyan organoidokra használjuk, amikben ezek a sejtípusok, különböző sejtípusok rendezetten struktúrákban helyezkednek el, és ezek a struktúrák nagyon hasonlítanak az embrionális fejlődés során megjelenő agyi struktúrákra. Ez ugye egy agyi organoid modell, és abból is nem az egész agyat, hanem az agynak egy bizonyos részét, az agykérget hivatott leképezni, modellezni. Ahogy elindul ez a folyamat, az ennek a létrehozása az úgy kezdődik, hogy indukált pluripotens sejteket tenyésztünk. Ezek az indukált pluripotens sejtek olyan testi sejtekből lettek létrehozva egy Nobel-díjas módszerrel, amit visszaprogramozásnak hívunk, amelyek bármely egészséges vagy beteg paciensből kinyerhetőek, testi sejtek, tehát lehet ez vérből, bőrből származó sejtek, amiket ezzel a módszerrel visszaprogramoznak, és utána őssejtként, indukált pluripotens őssejtként korlátlan ideig fenntartható sejttenyészetek. Ezek pedig azt tudják, vagy arra képesek, hogy a felnőtt testi sejteket létre tudják hozni, és hogyha bizonyos irányító szignálokat kapnak, akkor neuronok, szívizomsejtek, májsejtek tudnak belőlük kialakulni, és a mi esetünkben ez egy neuronális folyamat, tehát a neuronális sejtípusok, az agy sejtípusai jönnek létre, és ezek nem csak neuronok, idegsejtek, hanem bizony vannak másfajta sejtek is az agyban, például a gliasejtek, ez is többféle sejtet takar, ahogy a neuronok is, idegsejtek is többfélék tudnak, több fajta van belőlük, ezeknek az összessége adja a úgynevezett mini agyat. Annak érdekében, hogy minél tovább fenntarthatóak legyenek a sejthalmazok, 50 napos korukban leszeletelik az organoidokat, így hoznak létre agyszelet tenyészeteket. A tápanyag így jobban eléri a sejtszeleteket, mint az eredeti borsó formában. Ezek az organoid szelettenyészetek, amiket ilyen módon hozunk létre, akár egy 23-26 hetes magzatnak az agyi érettségi szintjét is tudják modellezni, tehát olyan érettségű neuronok találhatók meg ezekben a szeletekben, amelyek ennek a magzati stádiumnak felelnek meg. Nagy problémát jelent jelenleg, hogy a betegséget viszonylag későn lehet felismerni. A korai alakulásáról szinte semmit sem tudunk. Jelenleg az amiotrofiás laterális szklerózis diagnózisa az sokféle neurodegeneratív betegség kizárása után állítható fel, nincsenek korai biomarkerek, és miután a diagnózist felállították, utána is igazából tényleges kezelési módszerek nem állnak rendelkezésre. Van egy gyógyszer, amit 1996-ban engedélyeztek Európában. Ez 2 hónappal tudja az átlag élettartamot meghosszabbítani ennek a betegségnek az esetében. A mai állásfoglalás szerint az amiotrófiás laterászklerózis bizonyos gének mutációjának az eredménye, így genetikai okokra vezethető vissza. Igazából a betegség ismerete az abból származik, hogy a paciensek halála után vizsgálják meg az agy, illetve gerincvelői szöveteket, és semmilyen korábbi fázisáról a betegségnek nem igazán tudunk gyűjteni ismereteket, hiszen amíg él a beteg, addig ezekhez a szövetekhez lehetetlen tulajdonképpen hozzájutni. Elképzelésünk szerint a korai betegségfázisnak a megismerése, illetve a korai mechanizmusoknak az alakulása a betegség fejlődése során azért lenne fontos, mert azok olyan fehérjéket hozhatnak felszínre, amik aztán targetálhatók, és amik esetleg a betegségnek a később való megjelenését idézhetik elő megfelelő gyógyszermolekulák segítségével, vagy akár egyáltalán megelőzhetik a betegség kialakulását teljes mértékben. Jól van az a 31 éves nőbeteg, akin először végeztek Magyarországon végtag megtartó medenceműtétet rosszindulatú csontdaganat miatt. A Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikáján az operáció során eltávolították az érintett medencecsontot, a helyébe pedig egy egyedileg a beteg számára legyártott speciális medenceimplantátumot ültettek be. A több mint 6 órás operációt dr. Perlaki Tamás, az ortopédiai klinika egyetemi tanársegédje, csont- és lágyrész tumor specialista végezte. Szerhasználatra és addiktív viselkedésre is hajlamosító géneket és génvariánsokat azonosított egy nemzetközi kutatócsoport az ELTE és a Semmelweis Egyetem vezetésével. A felfedezés nem csak a korábbi eredményeket erősíti, miszerint a függőség genetikai meghatározottságú lehet, hanem azt is, hogy egyes gének egyszerre többfajta szenvedélybetegség kialakulásához is hozzájárulhatnak. A tanulmány sorozatban 3003 fiatal felnőtt potenciálisan addiktív viselkedési mintáit elemezték. A tanulmány megállapítja például, hogy a problémás alkoholfogyasztásra való hajlam magasabb kockázatot jelenthet a szerencsejáték, videójáték vagy éppen a munkafüggőség kialakulásában. Lezárult az a Semmelweis Egyetem kutatóinak vezetésével végzett több mint másfél éves klinikai vizsgálat, amelyben 66 középsúlyos, kórházi kezelésre és oxigénre szoruló, de gépi lélegeztetést még nem igénylő, koronavírusban szenvedő beteg 4 hónapon keresztül kapott fluvoxamin kezelést. A fluvoxamin egy antidepresszáns gyógyszer, most már közel 20-30 éve is akár a piacon van, mint depressziós betegek kezelésére használt, szájon átszedhető készítmény. Amit mi a kutatócsoportunkkal kitaláltunk, hogy tulajdonképpen, ha úgy akarom, akkor mellékhatásként, de nevezzük inkább jótékony egyéb hatásként, ez a fluvoxamin kezelés gyulladáscsökkentő, hegképződéscsökkentő hatású. A vizsgálat igazolta, hogy a betegek a készítmény hatására közel 1 héttel hamarabb elhagyhatták a kórházat, és gyorsabban váltak tünetmentessé. A kutatási program a Semmelweis Egyetem, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Sigma Drugs egyetemi spin-off cég együttműködésében valósult meg, dr. Fekete Andrea vezetésével. Átadták Komondort, az ország legerősebb szuperszámítógépét Debrecenben. A berendezés teljesítménye 5 petaflops, ami másodpercenként 50 000 laptopnyi kapacitásnak felel meg. A hatalmas számítási teljesítmény ma már nélkülözhetetlen a tudományos életben, épp úgy, mint az innovatív ipari megoldások kidolgozásánál. A gépet az egész országban fogják használni, 3/4 részben kutatók, 1/4 részben pedig különféle vállalkozások. A Komondor hű társunk, mint a kutya. Csak a Komondor nevet most egy szuperszámítógép kapta. A gépet mostantól pedig a kutatók fogják használni. A szuperszámítógép 4,7 milliárd forintba került. Teljesítménye 5 petaflops. És itt már valóságban a gép, amely a Debreceni Egyetem külön épületében kapott helyet. Az első, jóval kisebb teljesítményű szuperszámítógépet 2011-ben helyezték üzembe az egyetemen. Akkor 70 kutató kezdte meg a munkát rajta. Ma már ugye az informatikai karunk életébe is nagyon beépült a szuperszámítástechnika használata, oktatása, az adattudomány, a mesterséges intelligencia. 2015-ben volt a következő mérföldkő, ami előtt az egyetemnek el kell dönteni, hogy hova helyezzük el az új gépet, mert az már a réginek a sokszorosa volt, és akkor építettük ezt az épületet. Már olyan igénnyel, hogy a majdani kapacitásbővüléseket is tudja jó néhány évig szolgálni, és így a mostani fejlesztést is el tudtuk itt helyezni. Megvan a megfelelő energia, betáplálási kapacitás, és úgy látjuk, hogy még egy következő egy-két fejlesztést is el fog bírni maga az épület. A szuperszámítógép 50 000 laptop teljesítményének felel meg. A világ 199. leggyorsabb gépe. De nézzük, mekkora adatot képes tárolni, és az adattárolás hogyan szolgálja a tudományt. Egy ember adata az olyan 1,5 petabájt, ugye a gigáig még tudjuk követni, és ugye az 1000 giga, 1024 giga az ugye az 1 peta, tehát annak a 1,5-szerese, azért ez már nagyon sok, ez már egy otthoni adathordozón nem nagyon megy el, és akkor ez egy ember. Mi van akkor, képzeljük el, hogyha mondjuk egy 100 000-es mintán szeretnének valamit megnézni, akkor látszik, hogy itt a számok olyan mértékben kezdenek el pörögni, amihez sem egy otthoni gép, semmi olyan rendszer, amit mondjuk egy átlag emberként el tudunk képzelni, ennek a feldolgozására nem lesz alkalmas. Hát erre kellenek ezek a szuperszámítógépek. A hatalmas számítási teljesítménnyel rendelkező szuperszámítógép, azaz High Performance Computing infrastruktúra ma már nélkülözhetetlen a tudományos életben, épp úgy, mint az innovatív ipari megoldások kidolgozásánál. Ezért a berendezést az egész országban fogják használni. A kutatási területeket egyre inkább áthatja az adatalapúság. Lassan nem nagyon van olyan terület, ahol valahogyan gépek ne gyűjtenének adatokat, hiszen itt az emberek által gyűjtött adatok azok olyan minimálisak, hogy ahhoz általában nem kell szuperszámítógép. A rólunk gyűjtött adat, az emberekről gyűjtött adatokat is általában gépek gyűjtik, és ők ontják olyan mértékben ránk a kutatókra, hogy ehhez egy ilyen kapacitású gép kelljen. Enélkül a gép nélkül azzal találkoznának a kutatók, hogy azok a publikációk, amelyeket ők hagyományos módszerekkel készítettek, egyre kevésbé fognak érdeklődést kiváltani, nem lesz publikálási lehetőségük, nem fognak rájuk hivatkozni, nem fogják példaként tekinteni, még egyébként jó eredményeket se. Miért? Mert nem adatalapúak, nem azzal a módszerrel készültek, ami ma már a világ élvonalában van. Ehhez kell egy ilyen szuperszámítógép. A gép által termelt hulladékhőt pedig szintén felhasználják. Az egyetem mellett lévő városi úszodát látja majd el egész évben fűtéssel. Ennek a rendszere a következő hónapokban el is készül. A jövő kérdése már csak az, hogy az emberiség a hatalmas technológiai tudást, az informatikát hogyan használja fel. Egyben viszont biztosak a szakemberek is. A világ az adatalapúság felé tart. Maradjunk még egy picit a számítástechnikánál. Ma már teljesen magától értetődő, hogy a számítógépek háttértárakkal rendelkeznek. Amikor bármelyikünk laptopjában ott lapulhat programok és adatok tárolására 1 terabájtnyi hely és sok gigabájt memória, akkor nehéz elképzelni, hogy a hőskorban a memória fogalma, létrehozása és gördülékeny használata mennyi fejtörést okozott a tervezőmérnököknek. Hogyha elment a villamos az utcán, akkor átírt biteket benne. A számítástechnika hőskorában a gépek még nem rendelkeztek tárakkal. A technológiának gyorsan kellett felzárkózni az igényekhez. Először mindennel próbálkoztak. Az egyik ilyen lehetőség az volt, hogy hullámokat hoznak létre, ezeket a hullámokat valamilyen anyag továbbítja, és mivel az anyagban való haladásnak ideje van, hát ezzel lehet adatokat tárolni, úgyhogy ha a hullámokat megmodulálják, rátesznek adatokat, binárisan ráadásul, hát akkor ezzel lehet adatokat tárolni. Ezért az egyik első fajta tár az úgynevezett késletető művonalas tár volt, aminek több változata, az egyik ilyen, hogy teknőbe higanyt öntöttek, és a higany egyik felét egy piezokristályjal, ami változtatja a méretét, elkezdték pofozgatni, és ez a hullám, ez a hanghullám terjedt a higanyba, a higany túlsó felén egy másik piezokristályval azt érzékelni lehetett, és ebben szépen sorban lehetett küldeni biteket, és ezzel lehetett adatot tárolni. Ebből mutatok is egy példát, itt van egy ilyen higanyos kis verzió, az egyik felén van a piezokristály, másikon az érzékelője, és akkor egy hanghullám halad benne, egy lökéshullám, és ez a lökéshullámot kellően megmodulálva bitekkel. Egy másik működő példány látszik itt is, itt pedig egy nikkelhuzalba csinálták ugyanezt. Ugye a nikkelhuzal egyik végét egy piezokristályra pofozgatták, ebbe a hanghullám szépen körbeszaladt, de ennek ideje volt, még körbeszaladt, másik végén el lehetett kapni, és ezzel lehetett adatokat tárolni. Hát ez egy dolog volt, de igazából memóriának nem lehetett rendesen használni, mert sorba kellett küldeni a biteket, hogyha egy memória szó párhuzamos bitekből állt, akkor párhuzamosan kellett ilyeneket építeni, úgyhogy ezért nem volt egy használható dolog. Neumann János 1945-ben konzulensként részt vett az EDVAC gép fejlesztésében. Ekkor felismerte és lejegyezte, hogy a gépnek jelentős méretű tára van szüksége. Neumann János bevállalta, hogy épít egy gépet egy csapatával, mellesleg a híres Princetoni Egyetemen, amely egy kutatóintézet volt, nagyon nem voltak boldogok a kollégák, hogy ilyennel foglalkoznak, de hát ő neki kellő szava volt abban, hogy ilyen számítógépet építeni kell. És hát memóriaként a híres RCA nevű, RCA magyarosan mondott cég elvállalta egy Rajtman nevű kutató vezetésével, hogy gyártanak meg egy speciális tárolócsövet. Óriási pénzbe került ez, a számítógép költségvetésének egy nagy része volt, de fő probléma, hogy nem készült el. Amit legyártottak, az nem működött. Úgyhogy nagyon nagy bajba volt a Neumann és csapata az 50-es évek legeslegelején, hogy akkor hogyan is tudják beváltani azokat az ígéreteket, hogy majd számolni lehet ezzel a számítógéppel. És ekkor jött képbe egy érdekes fejlesztés Angliába, egy Williams és Kilburn nevű szerzőpáros, akik mellesleg Amerikába tanulták a szakmát, mert 45-ben volt egy híres nyári iskola Amerikába, ahova minden fontos ilyen témával foglalkozók eljöhettek, ők is itt voltak, és ott meghallották, hogy lehetne ebben olyat is csinálni, hogy egy ilyen oszcilloszkóp ernyőn, vagy radar ernyőre, hogyha pöttyöket világítanak, ezek a pöttyök még ott maradnak egy darabig töltés formájában, és ezt lehet tárolásként használni. Az 50-es évekre nyilvánvalóvá vált, hogy a digitalizáció felé tart a világ. Éppen ezért megépítették az első számítógépüket, amelyben katódsugárcső volt. Ennek a lényeg az, hogy elektronsugárra, erre az ernyőre világítani lehet, és ez nem csak, hogy világított kis pöttyök, hanem az a kis töltés ott is maradt egy pici ideig, néhány tized másodpercig. De ezt a töltést lehetett érzékelni, és ezzel lehetett címezni, írni, olvasni. Tehát létrejött az első, úgymond elektronikus, olvasható, írható tároló. Ez volt az első RAM, vagy más néven a Kilburn-Williams cső. Neumann 40 darab katódcsövet épített saját számítógépébe. Ezzel létrejött az első párhuzamosan olvasható, írható, közvetlen címezhető tár. Volt azért jelentős probléma ezzel a fejlesztéssel, hogy azt mondják, hogy a világ egyik legérzékenyebb tárlója volt, és nem csak arra volt érzékeny, amire kellett volna, hanem minden másra is. Tehát például, ha elment a villamos az utcán, akkor átírt biteket benne. Vagy ha fölkapcsolták a villanyt, akkor elmentek belőle bitek, ami azt jelenti, hogy elromlott a program. Az 50-es években mágnesgyűrűkkel is kísérleteztek. 1953-ban készült el az első, és a 70-es évekig ez volt a domináns számítógéptár. Ezzel együtt megjelent a tartalom alapján címezhető tár is. Itt tartom kezembe a világon az elsőt. Ez a 1961-ben a GE-nél készült első tartalom alapján címezhető tár, mellesleg szupravezetős is volt, tehát minden elképzelhető technikát bevetettek akkor, ami akkor rendelkezésre állt. Aztán közben kialakult, hogy amikor kitalálták a félvezetős tárat, és olyan sebességet értek el vele, hogy az használhatóvá vált, akkor ez lett a domináns tárfajta. Ez meg mint az első pionérje ennek a kategóriának megszületett. A jövőben várható, hogy a tartalom alapján címezhető tárak szintén megjelennek majd, bizonyos esetekben már most is van a számítógépben ilyen, de egyszer majd valószínűleg nem kell azt csinálni, mint most, hogy az összes keresőprogram az egész világot átnézi, indextáblázatokat hoz létre, és amikor keresünk valamit, ebbe az indextáblázatba keresgetjük, csak ez mondja meg, hogy hol van az, amit keresünk. Ahelyett, hogy a tár automatikusan jelezné, hogy hol van az a tartalom, amit keresünk. Mai műsorunk véget ér, de remélem, hogy a jövő héten is találkozunk, amikor többek között a fonalas gombák élelmiszerbiztonságban betöltött jelentőségéről is szót ejtünk. Adásainkat addig is újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön, a novumtv.hu-n. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol további tudományos érdekességekkel várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.